80. születésnapja alkalmával egy önéletrajzi ihletésű kötettel jelentkezett Muraközi Tibor labdarúgó, a SZAC tiszteletbeli elnök, akit szeretettel köszöntök itt a stúdióban. Hát először is boldog születésnapot kívánok így utólag is. És ugye a könyvnek a címe az, hogy a Lőrinci Diri fia. A Diri fia, azt sokan tudják, hogy az ön beceneve. Igaz-e, hogy ezt Puskás Ferenc, tehát Puskás öcsi ragasztotta önre ezt a becenevet, illetve ő vezette be? Ez annyira igaz, először üdvözlöm a kedves nézőket, hallgatókat, szeretettel. Ez annyira igaz, hogy édesapa 1938-tól, hát akkor én még csak 3 éves, oda nem emlékszem, 44-ig az Aponyi Albert utca, a Hengesor utcai iskola igazgatója volt. Ez ott van az az iskola, majdnem a Kispest, illetve most Honvéd pályánál, ma a közgazdasági technikum lányiskola, akkor elemi iskola volt, apuka ott volt igazgató. És én a könyvemben is leírtam, hogy miért nem tudtam járni óvodába, tehát már óvodás koromban, 5 éves, 6 éves koromban, édesapám minden reggel elvitt a kézen fogva az iskolába, és akkor, mivel tanított is, ő igazgató létére, ahol ő tanított, mindig abban az osztályban, az utolsó padban, a jó tanuló fiú vagy lány vigyázott rám, és akkor a nagy szünetben, mert volt nagy szünet, az a 25 perces 10 órás, rohanás ki, ahol a Lőrinci hengerműnek van mostan a felső hídsorompa, ott volt a Lipták Grund. A Lipták gyárnak a oldalánál, és ott volt a rettenetes nagy foci pálya. Igazság szerint ott nőttek fel a kispesti nagy futballisták, Puskás Bozsik, Városi Gyuri, Cserjésék, akik ott éltek, ott laktak a környéken, és mivel nem igen szerették az iskolát, legtöbbször az iskola helyett is ott voltak a Liptágrundon, de a nagyszünetben egész biztos. Na most a Magyarorsi bácsi, a drága Magyarorsi bácsi Isten nyugosztalja, nagyon szerettem a iskolaszolgát, a fia a Kistexben játszott sokáig, aztán diszidált 56-ban, nem a bácsi, hanem a fia, kivitt a térre, és elmagyarázta a idősebbeknek, hát a Puskásék 6-7-8 éve idősebbek, 5, minimum 5 évvel tőlem, hogy ez az igazgató bácsinak a fia, vigyázzatok rá, és akkor az öcsi rám nézett, azt mondja, hát ez a Diri fia. És így aztán először így maradt rajtam, az később már egybeírva lettem a Diri fia, és akkor először csak ottan tébláboltam köztük, tocsorogtam, mindig fölöktek, elestek, és akkor kitalálták, hogy legyek én a kapus, mert akkor van, aki elfut a labdáért, és plusz nem kell rám vigyázni. Na most még inkább jó, hogy én voltam a kapus, mert hát tudni kell, hogy a két kapufa egy sapka, vagy tégla, vagy iskolatáska volt, és az volt magas, amit a kapus, ha föltette a kerít fölötte, elment, annál magasnak minősült. Na most én kisebb voltam a növésben is, mint a többi, tehát az én nekem a magas lövés, a másiknak csak fél magas volt, de így én jól jártam, mert az én csapatom keveset gólt kapott, mert én nekem a másfő méteres lövés nem magas volt. És akkor az első 3 elemét, amíg apuka meg nem pályázta a Gunnar iskolát 43-44-es tanévtől, én addig ott is végeztem az első 3 elemét, aztán a könyvemben bennem is van az első vagy a második osztálynak a bizonyítványa, nem azért, mert kitűnők vannak, hanem édesapa kézjegye van rajta, mint szülő és igazgató, azért tettem bele, mert imádtam a szüleimet, és gyakorlatilag én ott nőttem föl 3 éven keresztül a Puskás Bozsikék között, mind az 5 Bozsik fiú ott élt még akkor, tehát gyakorlatilag ott nőttem fel köztük, ott lettem futballkapus, ott lettem Diri fia, és természetesek vált, hogy ezt a nevet magammal hoztam ide a Gulner iskolába, amikor ide költöztünk 43-44-es tanévre, beköltöztünk a természetbeni lakásba, az iskolába, amelynek az ablaka pont hátrafele nézett a SZAC pálya fele. A Gulner iskola ma is ugyanúgy néz ki, mint akkor a Düllői út felől, tehát az, ahol földszintes rész van, a saroktól számítva, a Pest felüli saroktól számítva egy ajtó és 3 ablak volt a Béla bácsi, az iskola szolgálja lakást, a többi meg a miénk, 4 szoba összkomfort, de a konyhablak meg a konyhajtó az a hátra nézett, és pont a SZAC pályára nézett. Hát el is dőlt a sorsom. Amikor készültünk erre a beszélgetésre, akkor elárulta, hogy valójában nagyon sokáig ökölvívó szeretett volna lenni, mégsem lett az. Hát azért nem lettem, először is nem azért, nem szerettem volna lenni, mert minden sportágat kipróbáltam. Én nyertem serdülő asztali tízek bajnokságát,
a Bercik Zoltánt, aki 36-os születésű, egy éve fiatalabb volt, mint én Serdülőben meg az IFI-ben is legyőztem a tized bajnokságán. Tehát nem voltam ügyetlen. A Lőrinci Téglagyár csapatában, Budapest bajnokságban játszottam azt a Liszenic bajnokságban egészen 17 éves koromig, amit azért hagytam abba a pingpongot, mert ezek az asztali tenisz meccsek szombat este voltak. 5 tagú csapat volt, minden meccset le kellett játszani, tehát 5x5 az 25 meccs volt, tehát 13-12 is letett a meccs arány. Na most mire vége lett a meccsnek, este 8-tól sokszor éjfélre értem haza, és vasárnap reggel meg kellett menni a kölyök vagy ifi meccsre védeni, tehát nem tudtam kialudni magamat, akkor inkább abba hagytam a hivatásos asztali teniszedőst. A téglagyárba fölöntöttük ugye a téglagyári piros alakos részt vízzel, ott korcsolyáztunk is, tehát jéghokiztunk is magunk, srácok csináltunk ilyen faütőt. Na most a boxtréningre pedig azért jártam, mert a Kisteknek nagyon jó fotballcsapata volt akkor. A Szac után ő volt a legjobb csapat, és a Kistex meccsekre mindig kimentünk nézni, különösen az edző meccseket, mert szerettek a Kistexen játszani a nagy csapatok, közel is volt, jó csapat volt, és szerdánként, mikor a kölyök tréningnek vége volt, rohantunk át a Kistex pályára, ide a Sorompó túlsó felére, mert olyan nevezetes dolog, hogy a Kistexi tettényen Lőrincen van. Mert a Fáj utca a kettő, ahol a Kistex gyáron, az már Lőrinc. A pálya Kisfeste van a Sorompó túlsóban. Na és ott összejöttünk beszélgetésbe, többek között a kisfalvi patkány betrévve hallgató boxbajnokkal, ő pehely vagy könnyű súlyú volt, aztán a kokó súlyába, és ő dumált rá, hogy én ügyes mozgású vagyok, és hát próbáljon meg. És elmentem a boxtrénerre, Fogorasi Miska bácsi volt a boxtréner, és hát én nem árultam el neki, hogy én fotballista vagyok, és én a szackölyökben már akkor 2 vagy 3 éve védtem, mert akkor biztos nem engedett volna. És jártam minden héten, hétfőn és csütörtökön volt boxtréning este, hát a focitréning után tudtam menni, és nagyon szerettem, ügyes mozgásom is volt, és egész addig tartott, amíg a Jezernicki Pista barátom, ő már akkor évek óta a rendes bajnokcsapa Kisteknek a csapatában játszott, tehát ott versenyzett, mint csapatbajnoksági tag. Ő vele összeengedtek a ringbe, mert én ügyes voltam, és akkor az ügyesebbeket összeengedték árnyékolni a profibbakkal, és elmagyarázták, hogy hát úgy kell ütni, hogy nehogy véletlenül ő is úgy fog ütni, hogy nem üt meg, csak árnyékol. Na és hát én nem voltam gyakorlott, én az árnyékolásként mindjárt a második, harmadik lépésnél teljes erőmből véletlenül orrba vágtam Szegér Jedenicki Pistát, akinek rettenetesen kifröcsent az orra, és mire én elkezdtem futni, és a ring sarkáig értem, utána jött, és kb. 4-szer vagy 5-ször leütött, úgyhogy vége lett az ökölvívó pályafutásom. Többet nem mentem tréningre, de azóta is rögtön, még aznap kibékültünk vele ott az zuhany alatt, szegénynek eltört az orra, és hát aztán én nem mentem többet. A Fogarasi Miskovácsi állandóan mondta, hogy azért csak jöjjek, én meg mondtam, hogy nem enged édesapám. Hát az hazudtam egyet, nem akartam még egyszer úgy járni, hogy véletlenül megüssem a barátomat, és akkor aztán az meg megverjen engemet. Tehát abban maradt a ökölvívó pályafutásom. Ennyi volt az egész, ez várjunk 47-48, így valahogy. Tehát még nem, mert 49-ben végig az általános iskolát, még általános iskolás tanuló voltam, tehát tudom, hogy a kölyök tréningre, mert akkor nem Serdülőnek hívták, hanem kölyöknek a fociba is, meg a boxban is. Tehát eddig tartott a dökülő pályafutásom pár hétig. A futballt nagyon sokáig üzte aktívan, ugye a Szac után még különböző öreg fiúk csapatokban is játszott. Ha jól tudom, 67 éves körig összeszámolta valahogy, hogy hány ilyen csapatban fordult hát meg játékosként? Én életemben 2 felnőtt csapatban játszottam. A Szac, mikor megszűnt, akkor már Budapesti Postás néven, tehát az egy csapat. És akkor a 54-es szezont már a csapat kiesett az NB1-ből, és a Baróti Lajos vitt volna a Radu Józseffel, aki hála Istennek még él egészségesen, 88 éves, amely volt. Itt volt a köszöntés. A Vasasba, és érdekes, hogy ő neki benn van a bélyeg a hóna alatt, mert ugye akiket elvittek a fogságba, azokat ugye így lebélyegezgették, és ő nem volt politikailag
oda nem való, én pedig, mert értelmiségi származású voltam, én nem mehettem a Vasasba, és akkor a drágalátos Isten áldja meg őt, a Tőke Jancsi, a legendás Tökszi, aki a Szasznak az intézője volt, azt ő ment a Barótival a Vasasba, tehát ott lett intéző. Ő fél műszakban a traktorgyárban esztergált szabályszerűen reggel 6-tól 9-10 óráig bement a mintalakatos műhelybe, odaállt az esztergapad mellé, és ott dolgozott, és ő mondta, hogy igaz, hogy ez csak glasszosztály, de fel fog tupírozódni a csapat, mert hiszen ugye első osztályú élüzem, ennek NB-s csapatnak kell lenni, most csak glassz csapat lesz, menjek oda, ott jó állást kapok, és nem leszek politikailag zérósítva, tehát elintézte, hogy a Vörös Csillag traktorgyár glassz csapatával mentem védeni, a NB1-ből oda a glassz első osztályba. Mondanom sem kell, hogy csodálatos környezetbe kerültem, nagyon megszerettek a ottani levők. A Nehadoma Józsi bácsi volt az edző, ő nemes néven a Puskás öcsinek volt az összekötője a Kisvesbe, nemes néven, tehát a nagyszerű futballista volt. Ott játott a két olajkár közül a fiatalabbik a Sanyi, a Karcsi a Kistekbe, tehát egy nagyon jó közegű csapat volt, barátok voltak, minnyájan a gyári dolgozók voltunk. Engemet rögtön fölvettek gimnázium érettségére a technológiai osztályra technológusnak, úgy, mintha lett volna technikumi végzettségem, úgyhogy az volt a beosztásom, hogy a főnök úr, mikor bementem étre dolgozni, akkor ugye közösen megbeszéltük a programot, megregeliztünk, és az a főnököm megsukta, hogy Tibikém, óvatosan távozzál, mert ha itt vagy, akkor a többi se dolgozik. És akkor én nekem el kellett mennem 8 órakor valahová, vagy a gyárba mentem el sétálni, vagy kimentem a pályára, vagy egyéb dolgot intéztem, mint fiatal házas, tehát volt otthon is elég sok dolog. A felesége mehetett dolgozni, mert a gyerekeket tudtam bölcsődébe óvodába hordani, mert hiszen futballista állásom volt. Ezt tudni kell, hogy akkor nem olyan milliókat kerestek a sportolók meg a labdarúgók, mint most, hanem mindenkinek volt egy ilyen slang kifejezéssel egy kajli állása, amit megkapott, amiért nem kellett dolgozni, sokszor be se kellett járni, viszont az egy forinttal se volt több, mint annak a másik dolgozónak, aki ugyanazt a beosztást csinálta, de két kedvér vagy a irodában dolgozott. Tehát nem kerestünk ott annyit, kerestünk jobban, annyival jobban kerestünk az átlag dolgozónál, hogy a MB3-ban már volt heti kalória prémium, hát persze nem annyi, mint MB1-be, de magunkat el tudtuk vele látni, tehát a napi ennivaló, fröccspénz, a gyerekeknek egy csokoládé, tehát a lényegében a férfiúi zseppénzt megkerestük a labdarúgással, és a fizetést meg úgy, ahogy van, ezzel a csúnya szóval haza tudtuk adni. A családi költségvetés. Igen, tehát annyival kerestünk többet, de nem csak egy MB3, MB2, ez MB1-ben is így volt. MB1-ben volt 400 forint a győzelmi pénz, 200 a döntetlen, és heti 120 forint a kalória, MB lejjebb pedig heti 60 forint a kalória. Na hát persze akkor 3 forintot egy doboz cigaretta, és 2 forintot az elsősor a moziba. Tehát azért az a 60 forint nem volt olyan rossz pénz heti, be. A kalória pénzért nem kellett más csinálni, csak az edzésekkel részt kellett venni. A győzelmi pénzt pedig nem az egyesület, hanem a szövetség biztosította. És hogyha úgynevezett bundázások voltak, az csak abból tudott állni, hogy én veled megbeszéltem, hogy most mi nekünk van annyi pontunk, hogy nekünk nem kell a meccs, akkor ti győztök, akkor te fölveszed a 200 forint győzelmi pénzt, és azt kedden és szerdán nekem odaadott. És ez gyakori volt? Tehát ez... Nem, de volt ilyen, hogy a ismerős baráti csapatokban volt ilyen, többször előfordult, nem tudom hányszor, nem is számoltam meg, de volt így, persze ezt mindig megbeszéltük az öltözőben, az összes többivel, és akkor tudtunk futballozni, hogy senki nem vette észre, hogy az a meccs bunda. Tehát akár 2-2, akár 1-1, akár 0-0, vagy akár 3-1-re kikaptunk, senki nem vette észre azt, hogy az nem készakarva történt. Tehát gyakorlatilag... Ügyelni kellett a sport. Ügyelni kellett arra, hogy az ötös sarkáról mellé gurítsam. Ma készakarva se tudják berúgni.
Igen, láttunk erre példát. Beszéljünk egy kicsit a könyvről. A 80. születésnapra jelent meg. Tulajdonképpen sztorik gyűjteménye, nem is egy klasszikus életrajz. Nem is életrajzi regényed, igen. Miért várt vele ilyen sokáig? Tulajdonképpen ez 10-15-20 évvel ezelőtt is már össze lehetett volna állítani. Én nem szerettem magamat dicsőíteni. Én mindig háttérben maradtam, még akkor is, mikor már öregkoromban csapatkapitány voltam, a pályán más, de én mindig nótafaként is üzemeltem a csapatban, tehát azt se vittem túlzásba. Én szerettem háttérben maradni, de a gyerekek addig-addig unszoltak, hogy papa, neked olyan regényes életed volt, hogy nem ártana papírra vetni. Azt akkor elkezdtem többször egy jó pár évedőt írni, 5-6 oldalt írtam, meguntam. Na és akkor körülbelül 2 évvel ezelőtt, mert ez a könyv nem mostanra írod a 80. születésnapomra, hanem azt hiszem 78 vagy 79. éveben voltam, a mieink is, a Pintér Béláék is presszionáltak, hogy vessem papírra a élményeimet, gondolataimat, és akkor én rászántam magamat. Na most ez abból állt, hogy nekünk gyermekkorban, ugye, mint igazgató gyerek, volt írógépünk. És én úgy írógépeltem, hogy első elemiben én már ugye köszönhetőleg annak, hogy mindig a hátsó vadba ültem az iskolában, amikor apuka tanított, én már első elemiben Jókait olvastam, és az írógépen vakon gépeltem, hiszen a katonaságnál, ezt el kell mondjam, repülő rádió távirász voltam, ahol morzetávíró és géptávírós vizsgát kellett tegyünk, és a géptávírónál a billentyűkön fekete pont volt. Tehát vakon kellett gépeljünk, és én nekiálltam a, hát írógépünk most idősebb korban nem volt, a család presszionált, hogy akkor a számítógépen csináljam. Na most a számítógép klaviatúrája nem egyedik az írógéppel. Olyan, de majdnem olyan. Na most én legépeltem egy oldalt, és akkor, vagy 2 oldalt, kinyomtatott, ott megnéztem, és akkor szerencsé, hogy elmentettem, mert minden második sorban 3-4 hiba volt, mert az A, meg az E betű, meg a V, meg az Y. Tehát gyakorlatilag én ott is, mert ha így kellett másolni, az más, de én fejből írtam és vakon gépeltem. De a klaviatúra az nem az, mint a számítógép, és így egy oldalnak az írása körülbelül fél óráig, 3 óráig tartott, mert 5-6-szor el kellett állni, és még így is maradt olyan, amit nem vettem észre, olyan hiba. Tehát gyakorlatilag nem helyesírás hiba volt ez, hanem betűedülés hiba. Na most akkor megbeszéltük a Pintér Béláékkel, hogy mostan nem erre a szaszbára, tehát a 2014-esre, hanem már a 2013-as szaszbára készüljön el a könyvem, éppen emiatt a rettenetes lassú gépelés miatt nem készült el a 2013-as szacbár idejére már a kézirat sem. Akkor neki kellett álljak összegyűjteni a labdarúgóásról szóló képeimet és írományomat, ami sajnos nagyon nehéz volt, mert nekem a vállóperem 75-ben volt, és hát most nem mondok senki rosszat, így kell kifejezni magam, elkallódtak a labdarúgó emlékeim, pedig én majdnem minden újságot, képes sportot, stb., ami benne voltam, mert régen még a ifjúsági meccsek is a Sporthírlapban, ami ugye szerdán meg szombaton jelent meg, az benne voltak, összeálltással a Jók között szerepeltünk, később a három fröccsére a Jók közé írták az embert az újságírók, úgyhogy benne voltam, és ezek a vállóperemnél elvesztek. Tehát én nekem nagyon kevés képem, és aztán egy vagy két újság kivágás maradt, meg nagyon sajnálom, mert akkor nem volt még nem hogy televízió, hanem még videókamera se. Tehát a játékomról a fényképeket, meg az újságban leírt dolgokat is nem tudtam előkeresni. Rengeteg régi játékostársamnál jártam, és eldugott szekrény aljákba találtam egy pár képet, amely bennmaradtak, bekerült a könyvembe, de így is nagyon kevés kép és újság kivágás maradt a labdarúgásról. Tehát nem tudtam prezentálni a könyvben. Na végül 2014-re aztán kész lett a könyv,
Na de akkor azt mondtuk, hogy akkor 2014-es bálra ne adjuk ki, mert akkor most már úgyis közel van, és én 100 éve fogok élni, mondták, akkor várjuk meg most már az április 11-ét, a születésnapot, és adjuk ki a könyvet akkorra. 2015. április 11-ére, a költészet napján, mert én akkor születtem, akkorra adjuk ki. Hát úgy is lett, hogy elkészült a kézirat, hát persze én a 4-esre gépeltem, összegyűjtöttem a képeket, a 4-esre másoltam át, és akkor drága Maráci Jancsi barátom segített izé alakba kiadható könyvalakra hozni. Posgai Miki, aki készíti a, vagy készítette a felvételeket sokáig a mérkőzésekről, ő már gyakorlótott ebbe, ő is besegített. Aztán, mikor már kész volt, akkor a Pintér Béla megszerezte a Temesi Laci újságíró fiatalembert, aki nagyon kedves barátommá vált. Ő is átnézte, lektorálta, tehát gyakorlatilag ez 4 ember munkája, Maráci János, Posgai Miklós, Temesi László és Muraközi Tibor munkája. Bár a szöveget végestelen végig én írtam, kivételt képeztek ugye az előső, utolsó, meg a izék, de a szöveget én írtam, de rengeteg dolgot lerövidítettek, mert az ember fejből, mikor írja az élményeit, sokszor ismétel. Tehát egyes események, még így is van benne jó pár olyan esemény, amely kétszer vagy háromszor ismétlődik, de hogy én végigolvastam a könyvet, hogy hívják, kefele vonat formájában és készen is, én élveztem, nem vettem észre, hogy baj lett volna, hogy valamit kétszer írtam le. Egy kérdés maradt már csak a végére, hogy hogy lehet hozzájutni ez a könyvhez, hogyha valakinek most felkeltettük az érdeklődését, vagy eleve hallottam. Hát most a könyv bemutató, amikor megvolt, akkor én rengeteg könyvet dedikáltam ott a könyvemutatón, mert Pintér Béla elnök úr barátom azt mondta a meghívott vendégek, díjmentesen dedikálva hozzájutnak a könyvhöz. Na most 100-nál többen voltak, hát elképzelhetitek, hogy a kezem 2 napig fájt, utána az mindegyikre beleírni. Na most lesz még egy könyvbemutató, a 12. kerületben, hiszen nem véletlenül írtam rá a könyv elejére, hogy Pesztentőnc a hülőhazám, hegyvidék az otthon, mert 78 óta a hegyvidéken élek, ott lakom, most is onnan jöttem, 34 kilométerről. Tehát mivel támogatott a hegyvidéki önkormányzat is, köszönet érte neki, itt köszönöm meg a Lőrinc önkormányzatnak is, meg a hegyvidékinek is az anyagi támogatást a könyvkiadáshoz. Ők is tartanak egy könyvbemutatót. Most május 27-én, szerdán délután 4 órakor a Böszörmény út 34A szám alatt a 12. kerületi önkormányzat kulturális szalonjába. Invitálok itt mindenkit oda, és ott is hozzá lehet jutni a könyvhöz. Egyébként a megmaradt könyvpéldányok a Pintér Bélánál vannak a SZASZ-nál, illetőleg a Diavár nyomda, a kiadója, én nem rendelkezem. Nekem összesen egy példány van, amit ott kaptam a ünnepségen, a Pintér Béla beírásával, amelyet szeretettel adtak nekem, mert amit még egy példányt elhoztam haza, még azt is odaadtam. Tehát gyakorlatilag én nálam nem lehet könyvet akkor beszerezni. SZACON keresztül. SZACON keresztül lehet csak, avagy pedig a 12. kerületi önkormányzaton keresztül, bár ott is a ő példányaiknak már most észrevéve nagy keletje van, mert én ottan a 12. kerületi Fidesznél a nyugdíjas tagozat alelnöke vagyok, és rengeteg társadalmi munkát végzek, és már rengeteg érdeklődtek ott is, és teltház várható a ottani könyvemutatóra is, gondolom. Tehát nem tudom, hogy hogy lehet hozzájutni. Meg kell keresni a Szentőrinci az lehetőséget, Pintéből elnök urat, és ő majd eligazítja azokat a érdeklődőket, akinek nem jutott könyv, illetőleg állok rendelkezésre és dedikálom annak is, aki kéri.
Tibi bácsi, gratulálunk a könyvhöz, annak a sikeréhez, és nagyon sok sikert kívánunk a következő 80 évhez, és köszönöm, hogy beszélgettünk. Én nagyon köszönöm a lehetőséget, és minden Lőrincit üdvözlök, mert bár 38 éve hegyvidéki lakos vagyok, és laktam háború alatt is a hegyvidéken a Vöszörmény úton, mert a Gulner iskola a német kórház lett, és apukát kilakoltatták, anyukam húgának volt a Vöszörmény út 36B-ben egy lakás, oda beköltöztünk, és utána visszajöttünk a zajló Dunán keresztül, a édesapa órájára áthoztak az oroszok, és hazajöttünk Lőrincre. Én büszke vagyok, hogy Lőrincen születtem, és én, ha valaki megkérdi gyorsan, hol mész, én nem azt mondom, hogy Lőrincre, megyek haza. Mert én nekem ez a haza a Lőrinc, ez a szülőhazám, és soha nem fogom megtagadni, hogy én lőrinci vagyok. És én büszke vagyok arra, hogy Pesten Lőrincen lehetek. Köszönöm a lehetőséget!